Balázs János Kossuth díjas zongoraművész adott koncertet a Nagyboldogasszony templomban szeptember 9-én. Az este során Liszt, Puccini, Brahms vagy akár Strauss által írt dallamokat is hallhattak az érdeklődők. A művész elárulta, nem először jár Bátaszéken. Bevallom férfiasan, hogy nem jártam Bátaszéken azelőtt, hogy feleségemet nem ismertem volna meg, aki hát itt nőtt fel, ide született, 18 éves koráig itt lakott, és ő általa ismertem meg ezt a várost, ami hát valamilyen szinten engem lenyűgöz. Egyrészt én nagyon nagy lokálpatrióta vagyok, tehát járva Párizs, Róma, London legnagyobb utcáit, tereit, intézményeit, koncerttermeit, én mégiscsak azt mondom, hogy Magyarországon lenni egy magyar művésznek az felüdülés, és itt Bátaszéken nagyon nagy nyugalomra, szeretetre találtam mindig az emberek között, az intézményekben is, és kiváltság, azt hiszem, ez a templom, ahol most is vagyunk, mert hát ez gyönyörű, szép, fantasztikus akusztikája van, atmoszférája van, úgyhogy itt zongorázni, itt lenni számomra tényleg kiváltságos, és nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy a feleségem révén ide csöppentem, és részese lehetek itt a helyi kultúrának. Az est során a világszerte ismert magyar zongorista Cifra György legkedvesebb repertoárjába hallgathattak bele az érdeklődők, de a munkásságába és életútjába is betekintést nyerhettek. Ágyúk és virágok önéletrajzi könyvéből Csötönyi László olvasott fel szemelvényeket. Egészen elképesztő volt, az az igazság, hogy nagyon furcsa érzés volt, amikor megkapok egy szöveget, bármilyen prózát vagy verset, vagy fölkérnek hasonló jellegű közreműködésre, akkor van, hogy hosszú órákat vagy napokat töltök azzal, hogy valahogy az enyém magamivá tegyen a szöveget. Tehát, hogy az érthető, érezhető legyen, és ne csak számomra legyen érthető, de meg tudjam értetni azokkal, akik velem szemben ülnek vagy állnak, tehát a közönséggel, és mondjuk át tudjam adni azt az érzést, amit számomra nyújt nyilvánvalóan. És ezeket a cifra szövegeket, amikor először elolvastam, akkor úgy éreztem, hogy ez nekem pont elég. Tehát nem kellett küzdenem vele, mert hogy a történelem viharaiba is egy kicsikét betekintést nyerhettünk, ugye a családi viszontagságokban, az egyéni élete őrlődéseibe, maradjon, menjen, mit csináljon, vajon az a fajta zenei, szakmai felkészültség, amivel ő rendelkezett, az mivé tehette volna őt, és miért kellett ő neki mondjuk lokálokban, vagy bárokban improvizálni, vagy zongorázni, holott mondjuk a világ hangversenytermeiben lett volna a helye. Érdekes volt maga a sztori és a történet, és nagyon, nagyon megható és személyes. És megmondom őszintén, hogy nem esett számomra rosszul, vagy nem volt nagy és nehéz feladat ezt átadni, mert nagyon egyszerűen az enyém volt a szöveg. Talán, vagy abban bízom, hogy, és a szemeken ezt láttam, hogy sikerült Cifra életéből nem csak a zenén, hanem mondjuk az életrajzi írásain keresztül is átadni valami apróságot. Legendás magyar zongoraművész 100. születésnapját ünnepeljük világszerte a világ legfontosabb koncerttermeiben, így nem is kérdéses, hogy Bátaszékre is el kellett jönni. És ebből adódóan itt vagyunk most, egy csodálatos koncertet játszottam. Ahogy említettem, ugye ez a templom, az akusztika, a helyi emberek szeretete, ez nekem nagyon-nagyon sokat ad, nagyon jó érzés volt itt játszani, Cifra Györgyre emlékezni, és azt hiszem, hogy mindemellett még egy jótékonysági misszióban is részt venni, számomra megtiszteltetés, és remélem, hogy a jövőben is tehetek azért, hogy Bátaszék városa hasonló típusú rendezvényein a zene által, a zongora által, magam képviseletével részese lehessek a jövőképnek. A koncerttel a település határában omladozó Kálvária kápolna rekonstruálására gyűjtöttek. Bátaszék kisváros ugyan, de nagyon gazdag történelmi múlttal és nagyon különleges műemlékekkel rendelkezik. A Nagyboldogasszony plébánia templom mellett egy különleges műemléke a barokk Kálvária, amely még az 1730-as években kezdett el épülni, és kiváló bécsi művészek is dolgoztak rajta. A barokk művészet egy kiváló alkotása, gyönyörű szobrokkal. Többször felújításra szorult már, és most is egy felújításon esik át.
ez természetesen nagyon nagy anyagi erőt igényel, és ennek a fedezetére történt tulajdonképpen ennek a koncertnek a gondolata, vagy vetődött fel ennek a koncertnek a gondolata is, hogy támogassák ezzel is a Kálvária kápolna felújítását. Ennek az élére fővédnökként állt Felföldi László megyés püspök úr, és tulajdonképpen ennek köszönhetően jött létre ez a ma esti koncert itt a Nagyboldogasszony plébánia templomban, és hát nagyon nagy örömmel konstatáltuk, vettük tudomásul azt, hogy milyen sokan voltak itt, és milyen nagy örömmel hallgatták ezt a gyönyörű zenét. Magyarországon olyan fantasztikus zsenik tettek le alapköveket a kultúra területén, mint Kodály Zoltán, hogy csak egyet említsek a nagyon sok közül, aki ugye elmondta, hogy a zene mindenkié. És ezt nem csak mondanunk kell, hanem tennünk is. Én úgy gondolom, hogy művészként mindenhová el kell vinni a zenét, a zene szeretetét, azon helyekre is, ahol minden nap több alkalom nyílik hatalmas kulturális rendezvényeket látogatni, és olyan helyre is, ahol ez nagyon ritkán tehető meg. Ha Liszt Ferencet vesszük alapul, aki tényleg mindenhová elvitte a zenéjét, a magyar kultúrát, akkor nekünk kötelességünk. Én még annál inkább szeretek olyan helyen játszani, ahol nem feltétlenül van állandó zenei élet és kulturális pezsgés, mint Párizsban vagy Londonban, mert érzem, látom, tapasztalom, a bőrömön érezhető az a szeretet, kíváncsiság, vágy a közönség felől, amely ugye azt predesztinálja, hogy a művész is egy kicsit másképp játszik, mert érzi, hogy ez nem az általános megszokott várakozás és szeretet, hanem egy egészen kitüntetett figyelem. És hogy ezt Bátaszéken is érezte? Egyértelműen. Én egyébként is templomban hívő emberként kiváltságosnak érzem játszani, és valóban hiszem, hogy a zene az egy felsőbbrendű megnyilatkozása a csodának, és én azáltal, hogy részese lehetek annak a üzenetnek, egy küldője lehetek, amit ezek a zsenik megfogalmaztak, papírra vetettek, ezáltal úgy gondolom, hogy ma este itt a bátaszéki közönségnek, ahol ugye nyilvánvalóan nincsen minden este 10 klasszikus zenei hangverseny, öröm volt játszani, nagyon jó érzés volt játszani, maradandó élmény volt játszani, és még egyszer hangsúlyozom, hogy nagyon-nagyon mély érzések kavarodnak egy művészben minden egyes koncert alatt, de azért templomban játszani ilyen szerető közönségnek azért az mégiscsak privilégium.